Március 28-án, kora délután tűz ütött ki az FCC Magyarország Kft. Gyáli telephelyén. Egy héttel a tűzeset után a cég illetékeseit kérdeztük a tűz okairól és következményeiről. Hát a tűzokat azóta is próbáljuk kideríteni, a tűzvizsgálat már elindult, annyit már most el tudok mondani, hogy a kamerafelvételek visszanézése után azt látjuk, hogy egy olyan területen, ahol 10 perccel azelőtt volt utoljára munkavégzés, ott kezdett el a bálázó és válogató csarnok előtt lévő haszonanyag papírhulladék füstölni, aztán utána kigyulladt. Tűzvizsgálatra 60 nap van a tűzoltóságnak, a jelen állás szerint úgy gondoljuk, hogy öngyulladás történt. Nem kis területen égett, illetve hát maga a csarnok is sajnos félig, ha mondhatjuk így, odaveszett. Mégis milyen gépeket lehetett elvileg megmenteni, vagy mi az, ami most még úgy néz ki, hogy megmenthető? Hát alapvetően két gépről beszélünk. Az egyik a bálázógép, ami a bálázó válogató csarnokban volt, és a közvetlen mellette lévő alternatív tizenanyag gyártó gépsorunk, amit RDF-nek hívunk. Ez a két gépsor volt veszélyeztetve, illetve a fölöttük lévő épületszerkezet. Hát a mai állás szerint úgy tűnik, hogy a bálázógép az mentetetlen, fölötte lévő csarnok is valószínűleg mentetetlen, de ezt a statikus vizsgálat után tudjuk biztosan kijelenteni, hogy ezekkel az épületekkel mi fog történni. Azt reméljük, hogy az RDF gyártógépsor az megmaradt. Mondhatni azt, hogy a közösségi oldalakon is futott tűzként terjedt a hír, és több más településen, akár a 16. kerületre is gondolhatok, látszódott a füst. Mit lehet tudni, hogy a lakosság szempontjából ez mennyire volt veszélyes? Az egész tűzoltási folyamat alatt katasztrófavédelemnek három mérőautója is kim volt, az egyik Gyálon, a másik itt, a harmadik pedig Felsőpakonyban mérte a levegő minőségét. Ott nem tapasztaltak olyan koncentrációt, ami bármilyen emberekre káros anyagot tartalmazott volna, vagy olyan koncentrációt, ami bajt okozott volna az embereknek. Egy dolgot nagyon fontos elmondani az egész tűzesetről, tehát ez egy olyan üzem, ahol előfordulnak tüzek, erre készülünk is, a kollégáink ki vannak erre képezve, gyakorlatokat is tartunk rendszeresen, és van egy 350 köbméteres tűzivíztározó tartályunk, hogyha magát a mentést, tűzoltást is a kollégáink kezdték el. Egyetlen egy dologra nem tudtunk fölkészülni, és valószínűleg nem is fogunk tudni soha az életben, hogy 70 km/h szél volt, 7-es erősségű befolyásokkal, és gyakorlatilag egy normál körülmények között ez ugyanolyan tűzeset lett volna, mint bármelyik másik, hogy kollégáink 5 perc alatt eloltják, viszont itt olyan körülmények keletkeztek, amik még a profiknak is komoly problémát okoztak. Ez nagyon nagy csapás, mind a cégnek, mind az itt dolgozó embereknek, ugye ezt átélni és ugye feldolgozni. Milyen most az élet? Tehát mennyire volt esetleg ez hátrány a szolgáltatásban, illetve a dolgozóknak az étlétében? Hát sokként érték meg a kollégáink, tehát ilyen nálunk még sose volt, és remélem soha többet nem is lesz. Magát a közszolgáltatást, tehát a gyáli hulladék elszállítást, zöld hulladék elszállítást, lomtalanítást, ez abszolút nem fog érinteni. Ez egy attól elkülönülten lévő üzemegység, ahol haszonanyagokkal foglalkoztunk, illetve alternatív tüzelanyagot gyártottunk. Tehát ez a napi munkát, ami a gyáli hulladék gazdálkodást, vagy a hulladék elszállítást, a szolgáltatást érinti, nincs hatása rá. Ahhoz képest, hogy egy nemzetközi cégnek a magyar leányvállalata vagyunk, olyan túl sokan nem vagyunk, 150-en dolgozunk ezen a telepen, és gyakorlatilag a TOK kollégáink többsége, főleg az irodában dolgozó kollégák, több 10 éve dolgoznak ennél a cégnél. Úgyhogy hát fájdalmas volt nézni, hogy egy csarnok leég, amit 2005-ben építettünk. Milyen mostani legközelebbi terv, tehát milyen menet szerint fognak eljárni most ebben a tűzesetben, mi várható? A következő lépés, hogy a statikus megadja azt a szakvéleményt, hogy mit kell elbontani, mit kell kicserélni ahhoz, hogy be tudjunk menni az épületbe. Attól függően, hogy le kell bontani, vagy csak cserélni kell, ahhoz képest gazdasági számításokkal alátámaszva próbáljuk a bálázógépet újraindítani, vagy bérelünk egyet, vásárolunk egyet, a válogatást újraindítani, és adott esetben az RDF gyártó gépsort üzemeltetni attól kezdve, ahogy már a statikus engedte. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy az anyagi kár jelentős, hogy ténylegesen mekkora kár. Van. A legrosszabb és legjobb eset a kettő között, a legjobb és a legrosszabb eset az 750 és másfél milliárd forint környéke. Tehát durván 750 millió van a két véglet között. Aznap is nagyon-nagyon sokan jöttek segíteni, viszont még utána is jött segítségfelajánlás, támogatás. Mégis hogyan áll most a cég emberileg? Hát először is szeretnénk megköszönni mindenkinek a munkáját, akár az önkéntes, akár a hivatásos tűzoltókét, akik segítettek minket ebben a nagyon kellemetlen helyzetben. Külön kiemelném a kollégáimnak, az üzemvezetőnek a munkáját, akit gyakorlatilag a tűzoltóknak kellett kiparancsolnia, hogy hagyja abba a tűzoltást, és most már saját életével foglalkozzon.
A mi embereinket csapatként összehozta ez az esemény, és kicsit sajnálatos, hogy ennek kellett történni ahhoz, hogy csapatként működjenek. Ezt egy csapatépítés keretén belül sokkal környezetbarátabb módon is el tudtam volna képzelni. És ezúton szeretném elrólni az alkalmat, hogy a felajánlott támogatásokat mind a lakosság, mind a helyi cégek részéről megtörténtek, hogy megköszönjem. Köszönöm. Lassan egy hete, hogy sajnos az FCC telephelye kigyulladt, és a gyári önkéntes tűzoltók majdnem, hogy elsőként jelentek itt meg. Hogy indult a tűzoltásnak? Természetesen egy szeméttűzről kaptuk meg a riasztást, amire az első csapatunk elkezdte a vonulást. Természetesen, amikor kiértek, már akkor látszódott, hogy nem csak egyszerű szeméttűzről van szó, hanem nagyobb kiterjedésűről, mivel sajnos akkora erősségű volt a szél, hogy folyamatosan tolta tovább idézőjelben a lángokat. Ennek köszönhetően persze több száz négyzetméter kapott lángra. Fővárosi egységek kiérkezése után a fokozatot megállapították, perceken belül, pár tíz percen belül 5-ös fokozatra, a legmagasabb kiemelt fokozatra emelték a riasztást. Ennek megfelelően van egy séma, hogy az 5-ös fokozatra kiket kell leriasztani, így ennek megfelelően elindultak a fővárosi egységek, és folyamatosan elkezdődött az önkéntes csapatok riasztása is, mivel hosszabb kiterjedésű, nagyobb kiterjedésű tűzről beszélünk, és ez már látszik, hogy hosszabb ideig el fog tartani. Ilyenkor hogyan lehet akár értéket menteni? Tehát mi volt az a pont, ami után már azt úgy gondolták, hogy itt már tényleg csak a tűzoltás van, és nem is tudunk értéket menteni? Kezdetben természetesen az volt a fő és elsődleges cél, hogy a tűzoltását, tehát a maga a tüzet idézőjelben lefeketítsük, de a szélnek köszönhetően tovább terjed sajnos az épületre és az épület mögötti tárolóra. Tehát voltak olyan területek, amiknél már nem tudtuk megakadályozni az adott tárgyak teljes megsemmisülését. Többnapos oltásról beszélhetünk. Mi volt az a pont, amikor már kijelenthették biztonságosan, hogy már nem ízzik a szemét alatt a talaj? Ez tudomásom szerint csütörtök estére fejeződött be ténylegesen, teljesen. Ilyenkor természetesen az izzó tömböket szét kell szedni kézi erővel vagy gépi erővel, és azt teljesen vissza kell hűteni, úgyhogy ne tudjon újra gyulladni. Van egy olyan szó, hogy öngyulladás. Ez miből áll? Tehát hogyan kell elképzelni ezt az öngyulladási folyamatot? Ez öngyulladás bármiből fakadhat, mint annak idején mindenki, aki még idézőjelben volt úttörő, és tanulhatta, hogyha az erdőbe, a zavarba eldobunk egy üveget, az összegyűjtheti a napsugarait, és felhevítheti alatt a száraz faleveleket, és ez egy gyulladást okozhat, ez épp tüköreffektus is, bármi okozhatta az öngyulladást ezáltal. Az egyesület tagjai első körön érkeztek, való igaz, 1 óra 50 perckor kaptuk meg a riasztást. Az adott napon, a főnapon a csapat éjfélig volt, utána kaptunk egy váltást. Természetesen belül csapaton belül is csináltunk váltást. A srácoknak már elfáradtak ebbe a tűzoltásában, és véglegesen csütörtökön, mint váltás, 4 óra után vonultunk le mi gyálönkénteseivel.